4-essel Baki Ákos, 88-assal Farkas Bendegúz és 93-assal Kesztyűs Barna alkotja a vendégek kezdőfogatát, és mindjárt az első pillanatban a lehető legrosszabbkor, bár egy vendéggól sosem jól, lényeg az, hogy a legmagasabb játékosa a Nyíregyházának Novák Csanád volt az. Jó kiugratás. Kis szemmel középre adja a labdát, ott is van még. Nyugodtan rálőhette volna Novák Zsombor, de aztán egy távoli lövést láthatunk. Gyönyörűen véd Fehér Zsombor. Labda egy picit hosszú volt. Jó gurítja azonban vissza. Ott van még egy fordulás, Novák tovább, Heles, lő, gól, igen! Heles Jaroszláv nagyon jól mutatkozik be itt Szentlőrincen. Említettem, hogy óriási tehetség, a Munkácson született fiú. Kesztyűs Barna volt az. Kesztyűs Máté. Áj, de rosszul nyúlt alá. Ebbe sokkal több lehetőség volt. Nézzük akkor a beívelést. Jól száll középre a labda, Novák volt az, aki megint csak kapura próbálta fejelni. Ezúttal azonban Novák Csanád nem találta el a kaput. Megint kifelé pörög a labda, ez Malának nem okozott gondot. Jelenleg tehát itt vagyunk a 8-ad döntőben a legjobb 16 csapat között. Megint nagyon veszélyesen jött a labda, és megint csak Novák Csanád volt az, aki nem hibázott. Erjeckivel beszélték meg, hogy mi is legyen, végül is nem kis szögletet, hanem berúgta középre a labdát. Itt pedig egy újabb gól. Hát már látszott, ahogy Novák Csanádhoz került a labda, hogy ebből baj lesz, ezúttal azonban nem ő volt eredményes, hanem a tovább guruló játékszert. A 15-ös Temesvári Attila rúgta be a hálóba. Második félidő sokkal langyosabban zajlik, mint ahogy az elsőt láthattuk, amikor 4 gól is esett. Itt viszont egy gólhelyzet, és kiválkozó lehetőséget Resó kihagyja. És megint ki más, mint Novák Csanád maradt üresen. Csörtő próbálnak kilépni. Védő jól fedezi a lehetőséget, aztán itt volt egy hatalmas zicser. Mucskát becsapta Novák Csanád. Hát a védők kicsit kuszák. És megint jön a büntetés.